Sziasztok! Üdvözlöm benneteket ismét a csatornámon! Sokan megkerestetek a digitális marketing egyik nagy rákfénéjével, a hashtaggel kapcsolatban, amit úgy mindenki ismer, mindenki hallott róla, de hogy pontosan mi is a hashtag és hogyan is kell alkalmazni. Na most ezt fogjuk megnézni. Szóval, mit jelent a hashtag és honnan jött? Tehát a hashtag, mint a nevében is szerepel egy tag, vagyis egy címke, ami lényegében a kettős keresztből és az azt követő szóból vagy kifejezésből áll. Mint például itt láthatjátok a digitális marketing érthetően. Ami egyébként így nem egy jó hashtag, de ezt majd később ti is látni fogjátok, hogy miért nem. Alapvetően a közösségi média platformokon használjuk különböző üzenetek, hangulatok kiemelésére, csoportosítására. Először 2007-ben Chris Messina alkalmazta a Twitteren, és próbálta forszírozni a Twittert, hogy minél többen alkalmazzák ezeket a hashtageket, hogy a szavak elé írt kettős kereszt által azok kereshetővé és kattinthatóvá váljanak, lehetővé téve mások számára, hogy könnyen megtalálják az adott tartalommal kapcsolatos üzeneteket. És a Twitter ezt kezdetben elutasította, de azóta viszont mindenki használja. Ez az az ominózus tweet, amit Chris Messina 2007. augusztus 23-án felrakott a Twitterre. A hashtag használata egyszerűen. Tehát hashtaget készíteni sokkal egyszerűbb, mint hinnénk, csak be kell tartani néhány alapvető szabályt, és már is elkezdheted elkészíteni a saját hashtageidet, amivel mások követhetnek és megoszthatnak. A legfontosabb szabályok, hogy minden hashtagnek gyakorlatilag az a kettős kereszt jellel kell kezdődnie, amit szóköz nélkül beírt szavak, betűk, számok követhetnek. Nem szabad benne használni szóközt, ez ugyanis a címke végét jelzi, tehát addig lesz kattintható. Mint például itt az így ne használd hashtag, amit csak is így szabad használni, hogy így használd. Tehát ugyanis ennél az így ne használnál csak is az így rész az, ami egy aktív tagként szerepel, a többi része az már gyakorlatilag csak egy sima szöveg. Ha több szóban áll a kifejezés, akkor egyszerűen ugye szóköz nélkül leírjuk, hogy például ez itt egy hashtag. Ha a különbséget szeretné tenni a szavak között, használhatunk kis és nagy betűket, ezáltal elkülönítve a szavakat, viszont azt tudnunk kell, hogy a kis és nagy betű leírt hashtag gyakorlatilag ugyanazt az eredmény fogja kiadni, ez csak egy stilisztikai kis eszköz, itt láthatjátok, hogy ez egy hashtag, és akkor itt nem egy betűcsoport van, amit külön még értelmeznünk is kell, hogy most mi is van odaírva, itt teljesen jól látszik, hogy ez egy hashtag. Számokat is tudunk használni, tehát láthatjátok, hogy hashtag 50% csak egy nap, viszont írásjeleket, tehát felkiáltójel, kérdőjel, apostróf, asterisk nem szabad használni. Viszont a magyar nyelv hozzá tud adni egy nagyon jó kis pluszt, az ékezeteket. Tehát az ékezettel és ékezet nélkül leírt hashtagek, látjátok az online oktatás, illetve online oktatás ékezettel, ez két különböző hashtag. Tehát a keresés is más eredmény fog adni. Aki ilyeneket használ, tehát célszerű mind a kettőt beírni, és így mind a két keresésre be fogja adni a találatokat. További tippek, hogy győződj meg róla, hogy az általad készített hashtag még nem létezik, tehát ezt egyszerűen egy keresővel meg tudjuk tenni, illetve szintén ellenőrizni kell, hogy ez a hashtag, amit mi szeretnénk készíteni, nem-e valakinek a felhasználó neve a közösségi médiában, mert akkor ezzel nagyon szép kis öngólt tudunk szerezni, hogy gyakorlatilag másnak adunk plusz megjelenést. Ne bonyolítsuk túl, legyen rövid, könnyen megjegyezhető, és ezért mondtam azt az elején, hogy az oda beírt digitális marketing érhetően nem biztos, hogy a legjobb, mert túl hosszú. Viszont sokan ok nélkül használnak sokszor hashtageket, ami viszont sok esetben állt egy-egy kampánynak, ez a boldog vagyok, jó a kedvem, igazából csak azt látni sokszor, hogy ott van
rengeteg hashtag, ami teljesen irreleváns. Viszont ezzel az adott esetben a saját találataidat is tudod csökkenteni. Használd az üzenetet fellendítésére. Ez viszont szerintem a legfontosabb dolog számotokra. Számos oka lehet annak, hogy miért érdemes használni a hashtageket, és a három legfontosabb a célközönség megtalálása, márkaépítés és az elköteleződés növelése. Az elköteleződés legkönnyebben a cselekvésre, a lájkolásra, kommentelésre, megosztásra, ösztönzésre érheted el. Ehhez nagyon fontos, hogy mind a posztjaid, mind a hashtagjeid valamilyen érzelmet vagy cselekvést váltson ki az olvasóból. Hiszen az a cél, hogy az elkészített tartalmunkra válaszreakciót kapjunk, ugyanis a legtöbb közösségi média applikációban ezek a leginkább preferált tevékenysége. Tehát ha ugyanazt a hashtaget akár több ember is használja, viszont a mi posztunkon több az interakció, az előrébb fog elhelyezkedni a rangsorban, mint az, ami egy egyszerűen csak feltöltött kép, van rajta pár like, viszont semmi interakció nincs rajta. Tehát a cselekvésre ösztönző hashtagek, amik kérdést tesznek fel, sürgősségre biztatnak, érzelmekkel játszanak, vagy elköteleződést követelnek meg a tartalomfogyasztóitól. A márkához kapcsolódó, az a branded hashtageket két csoportba oszthatjuk, tehát két csoportot különböztethetjük meg. Van a mindig aktív, tehát az a always on hashtagek, és a kampány specifikus hashtagek. Tehát mindig aktív hashtagekből szerintem minden nap látunk mi is, például a Nike-nek az jól ismert Just Do It szlogenje, ami minden egyes posztuknál ott van. Ez az a márka általános, mindig érvényes üzenetét hirdeti. A kampány specifikus hashtagek azok rövid életűek, élettartomak és egy adott kampányhoz használják fel őket összesen mindössze. A hashtagek összegyűjtik, hogy az adott témával ki foglalkoznak. Megvizsgálva a hashtag megosztóit, képet kaphatsz arról, hogy kik lehetnek azok az emberek, aki az adott termék vagy szolgáltatás potenciális célközönsége. És innét érdekes, hogy miért is fontos a hashtag számunkra. Tehát belegondoltok abba, hogy egy-egy hashtag megadásával pillanatok alatt keresetővé és felfedezővé váltok ti is emberek ezrei, tízezrei előtt, amiért gyakorlatilag egy fillért nem kell fizetnetek. Tehát ez szerintem egyszerűen kár lenne kihagyni. Vannak a hashtag kereső alkalmazások, ugyanúgy, mint az SEO-nál, tehát a keresőmotor optimizálásnál a kulcsszavak, hogy a közösségi médiában a hashtagek járulnak hozzá, hogy a tartalmunk ne csak egy egyszerű kis poszt, egy egyszerű hír legyen, hanem hosszú távon is kereshető tartalom legyen több ezer ember számára. Ahhoz, hogy megtaláld a leggyövedelmezőbb hashtageket, tehát amit a leginkább relevánsak egy témában, a legtöbbet kattintanak, ami a legtöbb látogatót fog eredményezni a közösség oldaladon, majd pedig később akár a weboldaladon is. Ezeket a hashtageket kutatni kell. A legismertebb keresők ugye a Hashtagify, Keyword Tool, RightTag, illetve a Brand Mentions weboldalon található egy hashtag tracker. Ezeknek a használatát most nem szeretném bemutatni, hiszen ez annyira egyszerű, hogy beírtak egy bármilyen kulcsszót, bármit, ami érdekel benneteket, és a oldaltól függően 10-20-30 legkeresettebb, legfelkapottabb hashtaget megkapjátok. Ezek közül érdemes használni nektek is. És itt jön a másik lényeges rész, a hashtag a közösségi médiában. Itt szétbontottam a különböző közösségi médiákat, hogy megnézhessük, hogy a hashtagek hogyan működnek és hogyan kell őket használnunk. Tehát kezdjük is a Facebookkal, már is azzal kezdünk, hogy a Facebook hashtagjei kicsit különlegesek, ugyanis népszerűség, dátum szerint csoportosítanak. Szűrheted őket azt szerint, hogy ki, mikor posztolt, akár egy földrajzi hely alapján is tudsz vele posztolni, keresni. Ellentétben a Instagram hashtagjeivel nem annyira népszerűek, de nagyon hatásosak, ha csak néhányat használsz. Tehát a Facebookon nem szabad túl sok hashtaget használni. A következő közösségi média platform a Twitter, hát gyakorlatilag ugye a Twitter, ami a hashtagek szülőföldje. Tehát
Természetesen ez is a tökéletes hely arra, hogy felfedezhessenek bennünket, beszélgetést kezdeményezzünk, vagy ráugorjunk egy fő trendekre a hashtageknek köszönhetően. Előnye az Instagrammal szemben, hogy ott csak a bio-ban helyezhetünk el linket, addig a Twitteren, a tweet üzenetben is a hashtag mellett tudunk használni egy linket, és így gyakorlatilag azonnal a weboldalunkra tudjuk irányítani az embereket. És az Instagram, hát itt ugye például a No Filter, hát valószínűleg te is láttad már ezt az egyik legnépszerűbb hashtaget. Míg a Twitteren nem nyerő a vizuális tartalmat használni hashtageket, addig az Instagram pontosan erre van optimalizálva. Gyakran használják őket, ugye a felfedezés esélye még nagyobb. Az egyik nagy előnye, hogy az Instagramon posztonként 30 darab hashtaget használtunk, viszont továbbiakat mi tudunk hozzáadni a kommentekben is. Emellett követni is tudod a neked tetsző hashtageket, így már a posztodban is felbukkan a legfrissebb kép a témában. A storyban kétféleképpen tudsz hashtaget használni, először egy hashtag matricával, második pedig egy hát a klasszikus szövegként beírni a hashtaget. A storyba viszont csak 10 darabot tudsz használni, a ellentétben a klasszikus Instagram poszttal, tehát itt nem célszerű túlsúfolni. És egy tip tőlem, inkább a kommentet bírd a hashtagjeidet, ne pedig a képaláírásban, így a képaláírás tényleg egy képaláírás lesz, nem lesz telezsúfolva mindenféle szóhalmazokkal. És akkor így gyakorlatilag el is tudjuk őket rejteni, letöltesz a telefonodra egy bármilyen jegyzetprogramot, 5 darab pontot behelyezel a hashtagjeid elé, és így gyakorlatilag mikor ezt beszúrod egy kommentbe, gyakorlatilag csak pontokat fogják látni, nem pedig a hashtageket. Viszont a poszthoz fog csatolódni ugye ez a komment, tehát a hashtagek alapján a posztod ugyanúgy még továbbra is megtalálható lesz. Hát a YouTube, hát az gyakorlatilag a legnépszerűbb videó megosztó, ahol gyakorlatilag szinte szabad kezet ad a hashtagek használatához, elfelejthető a címben, cím felett, videó leírásban. Amit tudni érdemes az az, hogy a címben és a leírásban szereplő hashtagek linkként jelennek meg, és csak akkor tudsz megjeleníteni a hashtaget a videó címe felett, ha a cím nem tartalmaz egyet sem. Illetve a másik fontos dolog a YouTube-ban kapcsolatban, hogy igen, a YouTube-ban lehet használni a hashtageket, de a YouTube-nak saját tagjei vannak, és a YouTube keresője ezeket a úgynevezett YouTube tageket részesíti előnyben, amiket a következő módon tudsz hozzáadni, tehát egy videó feltöltésénél a feltöltési panel alján láthatjátok ezt a kérdést, hogy a videó gyerekeknek készült vagy nem, illetve itt tudjátok beállítani a korhatárt, alatta van ez a Show More funkció, arra rákattintva, majd lefelé görgetve be fog jönni ez a text panel, és ide tudjuk beírni a tagjeinket. 500 karakter hosszúságban, viszont ide, mivel ez már eleve egy tag panel, ide már hashtaggel nélkül kell beírnunk a kulcsszavakat, és gyakorlatilag ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint a klasszikus hashtagekre, hogy csak betű, csak szám, a kis és a nagy betűvel el tudjuk választani a szavakat, de ugyanazt a keresési eredményt kapjuk, és ugyanígy a magyar nyelv miatt az ékezetes és a nem ékezetes tagek különböző keresési eredményt adnak. A Tumblr, ahol szintén van egy tag rész, tehát itt ugyanígy, mint a YouTube tagnél, nem kell beírnunk a hashtageket, automatikusan odailliszti. Ezek a megszokott módon témák szerint rendezik a bejegyzéseket, azonban a főszövegbe beillesztett hashtagek nem válnak linkelhetővé, csak a tag részbe beírt, hashtag nélkül beírt tagek. Pinterest. Tehát a Pinterestnél természetesen szintén megjelölhetsz, kereshetsz tartalmakat. A pin leírásban tudsz rákattintani, és a feldarabolt eredmények között pedig nem csak azokat fogod megtalálni, hogy pontosan tartalmazzák a hashtaget, hanem azokat is,
amelyik a leírásban az adott szó vagy kifejezés, amelyiknek az adott szó a leírásában is szerepel. A LinkedIn gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint az összes többi platform. Hashtaggel beírva be tudjuk megadni a hashtageinket. Viszont itt figyelembe kell venni azt, hogy a maga a LinkedIn egy üzleti célra használt felület, tehát itt nagyon nem jó a jól vagyok, happy vagyok, buli van és hasonló hashtageket használni, ez kimondottan inkább a üzleti dolgokra használjuk. Ennyi lett volna a mai nap a hashtagekről. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Akinek tetszett, az kérném lájkoljon, illetve iratkozzon fel a csatornámra, és ne felejtsétek el bekapcsolni a kis csengőt se, hogyha folyamatosan szeretnétek értesítést kapni az új videóimról. Köszönöm szépen, sziasztok!